Áldás, békességet, jó egészséget és kitartást kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Szekszárdi Léleképítő március 9-i előadásán a Vármegyeháza dísztermében, és nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük és köszöntsük vendégünket, Balogh Zoltánt, a Magyar Református Egyház zsinatának lelkészi elnökét, aki elvállalta a ma estének az előadását felkérésre. Köszöntöm Horváth István képviselő urat, Horváth Kálmán kormány megbízott urat, és kedves feleségét, és hadd köszöntsem különös tisztelettel a megye vezetőjét, lelkészi vezetőjét, Rácz József esperes urat. Szeretnék bemutatkozni, nem önöknek, mert önök már jól ismerek, mint a rossz pénzt, bár a rossz pénzt nem, nagyon is, nem tudom, mennyire ismerik, de egy a lényeg, hogy dr. Tóth Csaba Attila a nevem, azok kedvéért, akik most élőben, mondjuk Debrecenben vagy Nagyváradon nézik ezt a műsort, mert hogy élőben közvetítjük, de lehet, hogy a itteni lakótelep valamelyik emeletén, aki nem tudott eljönni, az is nézi, illetve lehet, hogy jövőre vagy két év múlva fogja visszanézni, mert a YouTube-on elérhetővé tesszük, visszanézhetővé tesszük a léleképítő előadásait. Keressék a... Nem akarom reklámozni, de ezt a Facebook világot éljük, és használjuk ki a jó oldalát. Van egy úgynevezett Szekszárdi Léleképítőt kedvelők csoportja, ahol csak a léleképítővel kapcsolatos dolgok jelennek meg. Ott lehet visszanézni, ott lehet megnézni, hogy ki lesz legközelebb, apropó, ki lesz legközelebb, Esztergályos Cecília. Vagy megkapták, vagy amikor mennek kifelé, akkor meg fogják kapni. Amikor felhívtam hétfőn, tegnap előtt a művésznőt, hogy mi is lesz a címe az előadásnak, kapásból rávágta, adj békét, Uram. Ennél aktuálisabbat nem lehet mondani. Reméljük addigra a fegyverek már elhallgatnak, de békére, belső békére mindig van szükségünk. Nem trianoni békére, köszönjük, abból nem kérünk, de ahogy az erdélyek köszönnek, békesség Istentől. Adj békét, Uram! Isten adta békét, kapunk majd Cecília előadásából is. Jöjjenek el április 6-án a gimnázium dísztermébe. Végre a járványhelyzet megengedi, hogy oktatási intézményben is tudjunk rendezvényt tartani. Egyébként köszönjük a kormány megbízott úrnak, hogy ezt a helyiséget most a rendelkezésünkre bocsájtotta. És hát... Engedjék meg, és engedd meg, püspök úr, hogy ne a végén szóljak úgymond hozzá, mert nem is illik egy püspök után már meg se szólalni, de az elején még van egy-két gondolat, amit szeretnék elmondani. Először is, hogy 2006-ban beszéltem Balogh Zoltánnal talán először. Ő hívott fel, amikor a Garai téren a tüntetések mentek. És egyszer csak csörög a telefon, és Balogh Zoltán fölhív, és azt mondja, Csaba, ismerem édesanyádat, nővéredet, stb. Bármire szükségetek van, vagy bármi van, szóljál, segítünk. 2006-ban. Senki más nem volt. Nagyon jól esett. Most köszönöm. A második, ami már a léleképítővel kapcsolatos, hogy másfél évvel ezelőtt mentem autópályán, és hallgatom a rádiót, és ismerős hangok, Rost Andrea beszél benne, és püspök úr a kérdezője. Képzeljenek egy léleképítőt, ahol a püspök úr a moderátor, és a Rost Andrea beszél. Csak ez rádióban volt. Én elképzeltem, nagyon szeretem a Kál Csaba féle Bang Bang filmet, amiben Melindát alakítja Rost Andrea, egyszerűen lenyűgöző, megunhatatlan.
és reméljük püspök úr segítségével Rost Andrea is vendége lehet majd a léleképítőnek. És akkor én utána fölé is hívtam püspök urat, akkor még nem volt püspök úr, akkor ex-lex helyzet volt, mert se politikus, se püspök, egyszerűen volt, mint magánember. És megköszöntem ezt a riportot, és aztán beszélgettünk róla, és mondta, hogy tudok róla, hogy te mit csinálsz, ezt a léleképítőt, csináld csak, és majd, ha lehet, akkor szóljál, segítünk. És nagyon hálás vagyok a Polgári Magyarországért alapítványnak, hogy támogatja, hogy a 2002-es évben a léleképítő működhessen, de mi már elkezdtük 2 év szünet után, ugye 20 éve megy már ez a léleképítő, és 2 év után, szeptemberben azért tudtuk elkezdeni, mert Horváth István képviselő úr és a Dunamenti Polgári Egyesület segítségével már el tudtuk ősszel kezdeni a léleképítőt, és ebben a covidos helyzetben is végig tudtuk csinálni Bagdi Emőkével, Fanándorral, Pálfi Istvánnal, aztán Bán Jánossal, Eperjes Károly már az idén volt, a Koncz Gáborral, és akkor mára eljutottunk ide. És akkor az utolsó gondolat, hogy ma hallgatom a rádiót, már reggel óta készülve az estére, ugye a déli hírek, hogy áll a helyzet, de aztán később a református félórát hallgatom, és kit hallok benne? Hát Balogh Zoltán püspök urat hallom, és örömmel nyugtázom, hogy 4 püspök, ugye Magyarországi Református Egyház 4 egyházkerületre, mindegyiknek külön püspöke van, és ezeknek vezetője a zsinati lelkészi elnök Balogh Zoltán püspök úr. De mind a 4 magyarországi püspök átment Kárpátaljára, és az ottani lelkipásztorokkal és az ottani püspökkel találkozva adtak erősítést, 100 énekes könyvet víve többek között, azoknak erősítést adni, akik maradnak. Akik minden fenyegetettség ellenére ott maradnak. Mert ez a nagy dolog, maradni. Trianon után is nagy dolog volt, hogy valaki átjöhetett, és nagy dolog volt, aki maradt. Reményik Sándor maradt, van, aki átjött. Van, aki átjött, aztán visszament. Kárpát-hazába egyébként is lehet jönni, menni. Mert mi baj abban, ha valaki Szombathelyről Debrecenbe költözik, vagy Nagyváradról Debrecenbe sokkal közelebb. De akkor is a Kárpát-hazába van. És azt szeretném megragadni azt az alkalmat, hogy ne a végén adjam át, hanem most a kárpátaljai Krédó együttesnek a lemezeit szeretném átadni püspök úr neked, és figyelmedbe ajánlani, amit biztos, hogy ismersz, de hát ilyen lemez címek, hogy Fohász a hazáért, vagy Ez hát a hon, vagy Himnusz a csúcsokon, vagy Istentől kereltre, vagy az, hogy Maradok, vagy Csöndes estéli Zsoltár. Hát ezeket a lemezeket gondoltam, hogy te néked átadom, és akkor útközben, ha majd haladsz, akkor nyilván a telefon az beleszól ebbe a világba, mert, de hogyha van rá alkalmad, akkor majd hallgass bele, mert ilyen versek vannak benne, kérem szépen, ami engem megfogott 2007-ben, amikor Mezőbáriba voltam, és ezt engedjék meg, és akkor ezzel így be is fejezem, hogy emlékeimben úgy él ez a táj, mint az imádság, mely örökérvényű. A szülőföld, ahol az sem fáj, hogy az élet után elmúlás jön és halál. A föld, a rög, az ősi gyökerek, ahol szerettél, ahol szerettelek, ahol dacoltam a reménytelennel, de jobb hazáról nem akartam hallani. Nem tudtam menni, új ruhába bújni, magamat valaki másnak vallani, mert mégis ide köt valami. Ezt a hűséget, ezt az odakötődést Kárpátaljához éreztem én meg annak idején, és cipeltem őket a hátamon, mint a csiga a házát, vagy 150 koncertet végig rendezve és végig hallgatva velük,
itt a Kárpát hazában, Magyarországon, mert ennek a mostoha országnak nagyon nagy szüksége van arra a fajta lelki tartásra és kitartásra és bölcsességre, ami még az ott maradókban van, és ezért úgy gondoltam, hogy ma, amikor megyünk ki, akkor én szoktam kérni, hogy segítsenek azért a jövő szempontjából a léleképítőre, de most nem erre fogom kérni, hanem azokban az üvegedényekben, amik a kijáratnál vannak, a Kárpátalján maradóknak, méghozzá az ungvári református gyülekezet javára, amelynek presbitere Ivaskovics József, aki a Krédó együttesnek a vezetője, és amelynek lelkipásztora Héder János most kapta meg a katonai behívóját 50 év felett, és több mint egy éve nem kapott fizetést, mert nem tudtak fizetést adni neki a gyülekezetbe. Úgyhogy amikor elmennek majd, akkor kérem gondoljanak erre, és az üvegenélyekbe úgy helyezzék el adományaikat, hogy ez biztosan oda fog jutni. És mielőtt átadnám a mikrofont, én azt gondolom, hogy itt mindannyian tudjuk, hogy április 3-án nekünk hol a helyünk, és meg kell védeni a családjainkat, a gyermekeinket, és azt, hogy az ország szekerének vezetését kikre bízzuk. De tudják, ez a léleképítő is azért megy most, mert van mulasztásos bűn is. És én kaptam 2 év pihenő után egy figyelmeztetést, hogy édes fiam, te neked adatott a szervezés, csináld, mert ha nem csinálod, az egy mulasztás. De az is mulasztás, kedves barátaim, testvéreim, ha mi csak elmegyünk április 3-án, és nem viszünk valakit magunkkal, egy bizonytalant, aki még nem tudja, mert a megáltalkodottakkal nem lehet mit kezdeni, de egy bizonytalant, egy gyermekünket, egy unokánkat, aki már vagy éppen 18 éves és választóképes, és meghűítették, hát kicsit homályosítsuk fel, ne pipáljuk ki, hogy mi elmentünk. Kell egymást kezét fogni, és így adom át a mikrofont püspök úrnak, aki az egyház szerepel a nemzet életében, és pontosan ez a cím? A nemzet szolgálatában. Igen, püspök úr, akkor köszönöm, hogy eljöttél, és akkor tartsd meg a léleképítő előadásodat. Köszönöm a türelmüket. Én is szép jó estét kívánok mindenkinek, akkor az áldás békesség mellé tegyük oda, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, sőt, erős vár a mi Istenünk, ezt is hallottam. Tudják, hogy erre viccesen mit szoktak válaszolni a reformátusok. Erős vár a mi Istenünk, de a miénk erősebb. Bízom benne, hogy közös hitünk van, nem csak közös Istenünk van, természetesen ugyanabban az Úristenben hiszünk, Jézus Krisztus atyában, hanem az erős várunk is közös, mert hogy bizony manapság, és ezen a táján a világnak nem először van így, erős várat kell építeni ahhoz, hogy megvédjük azt, ami a miénk, mert egy olyan korban élünk, amikor ha az ember nem ragaszkodik ahhoz, ami az övé, nagyon hamar kiütik a kezéből, elveszik tőle, és azért jó, hogy ilyen szépen együtt vagyunk ebben a szép díszteremben. Köszönjük szépen kormány megbízott úrnak. Örülök, hogy egykori képviselőtársam, nem néhai, hanem egykori képviselőtársam, Horváth István is itt van közöttünk. Sok szép közös harcunk volt annak idején, Esperes úrral meg most van sok szép közös harcunk, és örülök, hogy a környékbeli gyülekezetekből is ilyen sokan eljöttek, rászánták erre az estére az idejüket, bízom benne, hogy nem fogják megbánni, mert valóban úgy van, hogy fontos dolgokról kell eszmét cserélnünk, nem csak azért, mert 4 évente választ Magyarország, és ilyenkor nagyon fontos, hogy helyén legyen nem csak az eszünk, hanem a szívünk is. Tudjuk, hogy mi a nemzeti érdek, és a Magyarok Református Egyháza az egy olyan egyház, amelyik úgy szolgálja Istent, hogy a nemzetet szolgálja, és úgy szolgálja a nemzetet, hogy Istent szolgálja. A lényege a mi életünknek az, hogy ez a két dolog ez nem kerül szembe egymással. Nagyon világosan tanít bennünket az apostoli üzenet, hogy olyan nincs, hogy valaki szereti az Istent, és nem szereti a fele barátját.
és jól szeretni a fele barátunkat, és ez vonatkozik arra a közösségre, arra a magyar közösségre, amelyiknek tagjai vagyunk, akkor tudjuk jól szeretni, hogyha az első az életünkbe az az Úristen, aki nem csak megteremtette ezt a világot, hanem vigyáz rá, a kezében tartja, még akkor is, hogyha ezt néha nehéz elhinni. De nem tudom, hogy figyelték-e azt az összefüggést, hogy éppen azok az emberek, akik nagy bajban vannak, azok bíznak leginkább az Úristenben. Pedig akár fordítva is lehetne. Akár azt is mondhatnák, hogy hát nem segít rajtam, bajba kerültem, nem foglalkozok vele, nem törődök vele, de éppen abban a helyzetben, amikor az ember rádöbben arra, hogy nem számíthat másra. Az emberi biztonságok azok keveset érnek, azok szétporladnak, akkor tapasztalja meg azt, hogy de van valaki, akiről mi a hitvallásunkban azt mondjuk, hogy életünkben és halálunkban egyetlen egy vigasztalásunk, egyetlen egy biztonságunk, mert az ő tulajdonai vagyunk, és valóban, ahogy Csaba is utalt erre, ma Kárpátalján erre az üzenetre nagyon nagy szükség van. A múlt héten valóban ott jártunk, nagyon megrendítő volt látni, hogy a határ egyik oldalán is ott állnak a sátrak, ott állnak a menekülő pontok, meg a határ másik oldalán is ott állnak a több 10 kilométeres autókonvojok, és mennek azok az emberek, és hagy mondjam ezt így, nem kell ezt nekünk takargatni, hogy azok az emberek mennek, akik azt mondják most már évtizedek óta az ottani magyaroknak, hogy menjetek innen, mit kerestek itt, menjetek Magyarországra, pakoljátok a bőröndöt, ott a vasútállomás, a magyarok ott maradnak, ezek meg menekülnek. És kiad nekik meleg teját, kinyitja ki az otthonát, hogy lehessen tisztálkodni, a kisgyereket megetetni, megszoptatni, azok a magyarok, akik ellen nagyon sok csúnya dolgot elmondtak az elmúlt időszakban ott bizony. Én nem mondom azt, hogy az ukránok, nem mondom azt, hogy valamilyen nép, mert sohasem a népben van a hiba, hanem azokban, akik manipulálják. Azokban, akik nem tisztességesen vezetik, hanem úgy gondolják, hogy a saját hibáikról, a saját gyengeségükről, a saját nullát érő politikai teljesítményükről úgy terelik el a figyelmet, hogy szidják a másikat. Erre Magyarországon is van példa. Mert hogy azon a vidéken ott a magyarok az elit, a szó jó értelmében. Sajnos nem feltétlenül anyagi tekintetben, de lelki és kulturális tekintetben igen. Ott egy olyan együttélés lehetne Kárpátalján, magyarok, ukránok, ruszinok vagy rutének, én még idehozom a cigányokat is között, ami példamutató lehetne Európában. És aztán újra és újra zavaró repüléssel jönnek politikusok, akik megpróbálják felszíteni az ellentéteket. Azzal, hogy megfenyegetik az ottani, a magyar közösséget képviselő védő politikusokat, egyébként a lelkipásztorokat is, hallottunk erre egy példát, természetesen a lelkipásztornak, a püspöknek, a püspökhelyettesnek mentessége kellene, hogy legyen a katonai szolgálat alól, mert még azt is merném mondani, hogy ez nem a magyarok háborúja. És nem is akarjuk, hogy a magyaroké legyen, és Kárpátalján sem a magyarok háborúja. Nem lehet elég erős szavakkal elítélni azt, hogyha valaki egy szuverén országot megtámad. Még hogyha lehetne is rá ilyen, olyan, amolyan oka, a háború az nem lehet, nem csak a 21. században, hanem soha a konfliktusok elintézésének a módja. Úgyhogy nem kell nekünk ebben óvatosnak lenni, határozottan ki kell mondani, hogy az agresszió, az letámadás, az jogtalan, az elfogadhatatlan, az megmagyarázhatatlan, az az ember, az a hadsereg, amelyik ezreknek, tízezreknek, millióknak okoz mérhetetlen szenvedést, gyermekeknek, ártatlan, édesanyáknak, idős embereknek, az nem lehet. Azt nem lehet igazolni, azt nem lehet támogatni, azt el kell ítélni. Ez valóban így van, de közben mi pedig látjuk azt, hogy az elmúlt 30 évben a magyar közösségnek mennyi olyan gondja volt, amelyik nem csökkent azzal, hogy haladtunk előre az időben, és állítólag erősödtünk Európába, hanem növekedett. És mégis valóban így van, ők azok, akik ott maradnak. Persze nem mindenki, vannak, akik eljönnek, és nincs is joga az embernek, hogy személyesen bárkinek az életébe beleszóljon, és ezt a döntést ezt valaki helyett
meghozza, vagy pedig valakinek a döntését bírálja, számos olyanok lehet, hogy menni kell. De akik ott vannak, azokra meg figyelmet kell fordítani. És így van, mi azért mentünk oda, mert akik ott maradnak, legalább olyan fontosak, mint akik eljönnek. És én büszke vagyok arra, és nem kell itt sem felekezeti különbséget tenni, büszke vagyok arra, hogy megint egyszer csak kiderül, hogy kikre lehet ebben az országban számítani? A hívő keresztény emberekre, az egyházakra, azokra a református gyülekezetekre, ugye ősi református területekről van szó, a határ mind a két oldalán, ahol nem kérdezik azt, hogy ki fogja kifizetni, nem kérdezik azt, hogy meddig fognak maradni, nem kérdezik azt, hogy minek jöttek ide, hanem igenis fölkelnek hajnalba, megsütik a kenyeret, megsütik a tésztát, megfőzik a teját, megkenik a kenyeret, kiállnak az útszélére, viszik a nénik, a bácsik a töltött káposztát, etetik azokat, akik jönnek, 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 és még nagyon sokáig jönni fognak. A határ mind a két oldalán. A határ mind a két oldalán a magyarokra lehet számítani. És elsősorban azokra, akik ott vannak a gyülekezetekben, ott vannak az egyházakban, és a segélyszervezeteinknek is a lelkiségét, az, hogy hogyan is viszonyulnak ezekhez a menekülő emberekhez, azt is a kereszténység adja, hiszen Magyarországon a segélyszervezeteknek a döntő többsége az egyházi alapon szerveződik. És ez egy nagyon jó és szép együttműködés. A kormányzatnak a segítsége, akik minden eszközt biztosítanak arra, hogy ott ne legyen katasztrófa, mert bizony katasztrófa helyzet van, és azoké, akik önkéntesként ott vannak. És én kint szoktam hagyni a telefonomat az autóba, hogy ne csörögjön közbe, de most külön kértem, hogy hozzuk be, mert a telefonomban vannak azok az adatok, amiket szeretnék itt elmondani, hogy legyünk rájuk büszkék, és jó, hogyha tudjuk ezeket a támogatásokat, ezeket az adatokat. A mai napon így néz ki mindez. A református szeretetszolgálatnál 2889 ember jelentkezett önkéntesnek, saját erejéből, pénz nélkül, hogy dolgozzon ott. A kiadott adományok megközelítő mennyisége 141 tonna. Kárpátaljára átvittek 50 tonna élelmiszeradományt. 9 helyen segítenek, ott a Kandó Kálmán szakközépiskolába, a Nyugati pályaudvaron, szállást adunk a missziói központunkban Budapesten, az erdélyi gyülekezetben, Beregsurányban, a debreceni nagyállomáson, a Záhonyi vasútállomáson, Tiszabecsen, még a Liszt-Ferenc repülőtéren is van segítőpont. 101.066 embert láttak el eddig. Információt kért körülbelül 30 ezer ember, étkezés több mint 40 ezeren, higiénés termékeket 21 ezeren, szállítást 1800-an, szállást 4959-en, orvosi ellátást 2050-en, lelki segítségnyújtást 600-an, takarókat, plédeket 800-an. Tehát összesen 963 ember dolgozik, a munkatársak, az önkéntesek, a tolmácsok, az ellátásban résztvevő orvosok, csak orvos 50 jelentkezett a református szeretetszolgálatban. Oda megy, és ingyenesen a saját szabad idejének a terhére vizsgálja ott az embereket. Azt hiszem, ez egy elég csattanós válasz azoknak, akik bennünket idegengyűlölőnek, elutasítónak, gonosznak, meg mit tudom én minek, ilyen mindenfajta külföldi szavakkal, xenofóbnak és így tovább neveztek az elmúlt időszakban, amikor meghoztuk azt a döntést, hogy ide ebbe az országba csak az jöhet be, aki valóban menekült, és egyébként nem talált korábban olyan országot, ahol biztonságos országként őt be tudják fogadni. Mert hogy ugye nem először vagyunk a migrációs válságban, és az, hogy különbséget tudunk tenni, és nem csak a politikus, nem csak a kormányzati ember, hanem mi magyar emberek különbséget tudunk tenni azok között, akik a mi dolgunk, a mi kötelességünk, a szomszédaink, és azok között, akiknek a gondját nem nekünk kell megoldani, hanem olyan hatalmak kérik rajtunk számon, hogy oldjuk meg az életüket, akik idejönnek Afrikából, akik ők maguk okozták, hogy azoknak Afrikában olyan rossz dolguk van. És hogyha ezt valaki nem tudja belátni és nem tudja elfogadni, az valóban mindenfajta hamis következtetéseket von le Magyarországról, amelyik egyébként egy alapvetően vendégszerető ország, és a mi vendéglátásunk az mindig is legendás volt. És tulajdonképpen
ez az előadásomnak a lényege, a mondani valója. Amikor baj van, akkor ki le lehet számítani? Azokra az egyházakra, azokra a jó akaratú emberekre, akik mindig is itt voltak Magyarországon, akik mindig is itt voltak a magyar emberekkel. Hogy egy példát mondjak, hiszen mi másodszor élünk át ilyen menekült hullámot, az már egy kicsit közelebb van Tolnához, mint mondjuk most az északkelet magyarországi helyzet, biztos emlékeznek még a balkáni háborúra. Amikor ott dörögtek a szerb oldalon az ágyúk, meg szálltak a rakéták, meg a katonai gépek, akkor mi a Baranyai Egyház megyében szerveztük az ellátást. Én emlékszem rá, hogy amikor átjött az első menekült áradat, néhány nap múlva senki nem volt az utcákon, az iskolákban, a köztereken. Jött az ENSZ-nek a menekültügyi főbiztosa, és azt mondta, hogy hol vannak a menekültek. És akkor válaszoltuk nekik, hogy elszállásoltuk őket a családoknál. Azt mondja, ja, hát akkor azok nem menekültek, hanem vendégek, azok után nem jár állami támogatás. Nem tudom, hogy értik-e, hogyha ott fagyoskodtak volna a sátrakba, a tábori ágyakon, akkor menekültek, akkor le lehet akasztani a nagypénzt, hogyha pedig az emberek vendégszeretőek és befogadják az otthonukba, akkor már nem létezik menekült kérdés. Most egy kicsit hasonló a helyzet, talán több a megértés ebből a szempontból, mondjuk még az Európai Unió részéről is, nem tudom, hogy megszabad-e őket dicsérni, de néha még ott is lehet jó döntéseket hozni, és odafigyelni arra, hogy mi is zajlik a szomszédunkban. Mert egyébként nagyon nehéz és nagyon súlyos a helyzet, és Magyarországnak mindent el kell követni, hogy kimaradjon abból a háborúból, ahol semmi jót nem tudna tenni, viszont minket, magunkat veszélybe tudna sorolni. A szeretet, a humanitárius, a karitatív, a diakóniai tevékenység, mi így mondjuk ezt protestáns nyelven, az a mi dolgunk, azt tegyük meg, és várjuk el a nagy hatalmaktól, akik ott ütköznek, hiszen világpolitikáról van szó, hogy rendezzék el ezeket a dolgokat háború nélkül. Ez egy teljes mértékben jogos elvárás. De hogyha mégiscsak szabad az aktualitáson túl egy történeti mélységet is adni annak, amiről beszélni szeretnék. Egy olyan országnak a történelméről beszélünk, nem csak a jelenéről, hanem a múltjáról is, ahol a kereszténység, annak katolikus és református protestáns formájában legalább kétszer mentette meg ezt a nemzetet. Az első ilyen forduló pont volt az első királyunknak, első keresztény királyunknak, Szent Istvánnak a döntése, Szent Istvánnak az élete, az ő kormányzása, minden református biztatok, hogy nyugodtan mondhatja, hogy Szent István, hogyha ezt lehet egy kicsit humorosan fogalmazni, hogy együtt mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy hiszem a szentek közösségét. Mi is hiszük a szentek közösségét, azt szoktam mondani katolikus testvéreimnek, hogy nálatok csak azok a szentek, akiket szentté nyilvánítanak a Vatikánban, nálunk mindenki szent. Mert az egyházat mi úgy hívjuk, hogy a szentek közössége, communio sanctorum, és hogyha a szent szónak az eredeti jelentését nézzük a Bibliában, akkor a szentség az nem egyszerűen arról szól, hogy valaki olyan jó ember, hogy annál már jó embered nincs a világon, aztán szentté nyilvánítjuk, nehogy a végén nekünk is olyan jónak kelljen lenni, mert hát akkor ő szent, mi meg megengedhetjük magunknak, hogy nekünk nem kell annak lenni, ez nem ezt jelenti. Bármilyen furcsa, még csak nem is egy kiemelkedő erkölcsi minőséget jelent. A szent az azt jelenti, hogy saját magát elkülöníti Istennek a szolgálatára. A szent szó eredeti jelentés az, hogy elkülönített. Még azt is mondhatnám, hogy kisajátított. Az az ember, akit Isten kisajátít a saját szolgálatára, aki az élet szentségével, ez sem kizárólag katolikus kifejezés, az élet szentségével úgy odaszánja magát az Isten szolgálatára, hogy ő erre el van választva, el van különítve, akinek küldetése van, mint keresztény ember, a szent ember, mert Istennek van szentelve az élete, így is lehetne mondani, úgyhogy ilyen alapon is meg lehet vizsgálni az életünket, hogyha megvan bennünk ez a küldetéstudat, akkor mi a szentek közösségének a tagjai vagyunk, még ha nem is nevezzük nálunk. Ugye azt hiszem a püspöknek nem mondják azt, hogy első szent Balog Zoltán, én ezt így még nem hallottam. De az, hogy a szentek közösségében ismerjük fel a küldetésünket és a feladatunkat, az egy nagyon fontos dolog.
Szent István. Arra lett kiválasztva. És hogyha valaki elolvassa azokat az intelmeket, amiket ő írt a fiához, a későbbi Szent Imréhez, akkor azt fogja látni, hogy itt történik egy személyes döntés. És ebből nagyon sokat tanulhatunk 1000 év után is. Nekünk még ezekben a félmarxista felszínes történelem tanításban azt tanították, hogy reál politikus volt. Tudta, hogy hát ha nem kapcsolódunk a kereszténységhez, akkor elsöpörnek bennünket, aztán ezt a vad, igazi magyar népet beleigázta a kereszténységbe, rákényszerítette erőszakkal, fegyverrel, folytott vér sajnos, testvérvér is, ezt el kell ismerni. Aztán nem volt más választásunk, hogy mondja a mi korosztályunknak a legendás rockoperája, veled, uram, de nélküled. Hát úgy titokban mégse. De ha valaki elolvassa azokat a sorokat, azt az írást, akkor látja az, hogy ez egy belső döntés volt. És ez azért tanulságos a 21. században is, mert azok a döntéseink lesznek erősek, érvényesek, hatékonyak, eredményesek, így merném mondani, azon lesz áldás, ami belül történik. Ismerjük azt a kereszténységet, amit csak kívül viselnek. Az előbb-utóbb el fog tűnni, annak előbb-utóbb semmi jelentősége nem lesz. Az nem segít rajtad, ha bajba vagy, de ha belül döntöttél. És első István belül eldöntötte, hogy ő ezt az utat választja, a kereszténység útját, Krisztus útját, és hogyha ez neki jó, akkor annak a közösségnek is ez a legjobb, amit rábízott az Úristen. És nem véletlen, hogy a feladatot az ő kezéből vette. Nem tudom, ismerjük ezt a kifejezést, amit megint csak ilyen ironikusan, ilyen leszólóan tanítottak még a marxista iskolákban, hogy az Isten kegyelméből uralkodó király. Mint hogyha az arról szólt volna, hogy aki az Isten kegyelméből uralkodik, az magát valahol az Istennek a közelébe akarja fölemelni, mintha őt is már félig istenként kéne imádni. De annak pont az ellenkezőjét jelenti, az alázatot. Én Isten kegyelméből uralkodom. Nem kizárólag a saját érdemeim, nem az én zsenialitásom, nem az én teljesítményem, hanem az Istennek az elhívó kegyelme az, ami erre engem méltat, hogy én ezt a népet szolgáljam. Ez volt első Szent Istvánnak, ez volt az etosza, ez volt a hitvallása, ilyen volt a személyisége, ez volt az ő személyes döntése. És hogy micsoda nagy dolog az, hogy valaki egy személyben ezt eldöntötte, ezt nem csak a közéleti emberek, a kormányzati emberek, hanem az egyház kormányzók is tudják, hogy jól dönteni, az nem olyan nagy kunst. Elfogadtatni, megvalósítani, hogy az emberek is tudják azt, hogy nekik ez a legjobb, na az az igazi teljesítmény. Arról meggyőzni a közösséget, hogy higgyétek el, hogy ez a helyes út. És ez úgy sikerült neki meggyőzni a saját közösségét, hogy az 1000 év óta tart. 1000 év óta ebben az országban a többség úgy gondolja, hogy a kereszténység útja az az út, amelyik a magyarság kiteljesedéséhez vezet. Amikor egyszer egy ilyen beszélgetésen voltam, valahol Kelet-Magyarországban, ezt ugye úgy hívják itt, hogy Hunnia, ha ez Pannónia, akkor az Hunnia, van, akik Barbarikumnak nevezik azt a vidéket, én onnan származom. Még arra is emlékszem, Török-Szentmiklóson egy ilyen gazdákkal leültünk egy gazda világgal egy beszélgetésre, és akkor azt mertem mondani, hogy hát történt 1945-ig. Történt bármi a magyar történelemben Szent Istvántól 1945-ig, ami nem keresztény alapon történt. És mondjuk meg őszintén, hogy rossz döntések is történtek. Igen, ott volt bűn, bukás, baj, testvérháború, gondoljunk Mohácsnak a Mohácsot megelőző veszekedésre és vitákra, igen, nagyon sok rossz döntés is volt. De minden jó döntés is olyan alapon született, hogy az emberek megküzdöttek az Isten akaratáért, úgyhogy 1945-ig volt egyáltalán olyan idő, amikor nem ilyen alapon döntöttek, és akkor jelentkezett egy bajuszos gazdálkodó paraszbácsi, mondom, most mit fog mondani? Mondom, tessék parancsolni. Én kiszámoltam, most lecsekkolom, hogy ezt értik-e, én kiszámoltam, mennyi volt az 133 nap. Megvan?
a dicsőséges tanácsköztársaság, fiataloknak mondom, a vörös kommun. Hát az nem keresztény alapon ment, ez valóban így van. Azt hiszem, hogy Tolna és Vidéke is tudna mesélni arról, hogy itt micsoda garázálkodás folyt annak idején a Lenin fiúk és a vörös különítmények. 1000 év keresztény történet. Az első, amikor elhelyezte ezt a nemzetet a kereszténységnek a keretébe, azt is mondhatnám, hogy Istennek a tenyerébe ezt az országot. Szent István. És aztán a második nemzetmentés a 16. század. A török dúlásnak az ideje. Amikor a magyarságot, és olyan jó, hogy újra és újra hivatkozhatok egykori atyai barátomra, akivel nagyon csodálatos dolog volt beszélgetni, Nemeskürti Istvánra, aki egy rendes római katolikus volt, és ő mondta azt, hogy ha nem lentetek volna ki reformátusok a 16. századba, akkor ma vagy németül beszélnénk, vagy törökül, vagy oroszul. Az, hogy mi magyarul beszélünk, és a magyar kultúra megmaradt, a Mohács előtti kultúra is, meg azután is, az bizony nem csak annak köszönhető, hogy volt egy Károli Gáspár, aki egy áldott életű református prédikátor volt, járványban meghalt az összes gyereke, meg a felesége, megkérdezte magát, hogy miért élek még én. És akkor azt a küldetést kapta öreg fejjel, hogy azért, hogy fordíts le a Bibliát magyar nyelvre. És lefordította a Bibliát Vizsolyba, magyar nyelvre először a teljes Bibliát, ez még kevés lett volna. És ott voltak a prédikátorok, akik kinyomtatták, akik a hátukra vették, mert az több kiló volt még annak idején, vitték, olvasták, hirdették az igét. Isten igéjével is meg lehet tartani egy népet. A 16. században így éltünk túl. Így jutottunk túl a 150 éves török dúláson, meg a 400 éves Habsburg uralmon is. Amikor nagy baj van, amikor tragédia van, akkor az egyháznak az a dolga, hogy ilyen módon álljon a nép mellett. És akkor mondhatnánk azt, jó, hát ezek az idők lejártak, most már kiváló kormányzati politikusaink vannak, ők már megoldják a dolgokat. De hogy van az, hogy a jelenlegi kormányzat úgy gondolja, hogy ha valakikre érdemes rábízni a fiatalságot, az az egyházi közösség, az a keresztény közösség. Több milliárdos óvodaprogram indul, hogy az egyházak óvodákat építsenek, csak a mi egyházunk, a Magyar Református Egyház, csak Magyarországon belül 66 óvodát épített az elmúlt időszakban. És épülnek Erdélyben a magyar református, meg katolikus óvodák, meg Felvidéken, mert kisgyermekkorban elkezdeni ezt a nevelést. Az egy nagyon fontos dolog. És az iskoláinkban hatalmas a túljelenkezés, nem reformátusok jönnek csak oda, még csak nem is csak katolikusok, hanem azok az emberek, akik szeretnék, ha a gyermekük valami jót tanulna. 150 ezer gyerek minden héten elmegy az iskolába, és református hittanra tanítják. Hogyha hozzáteszem a katolikus testvéreket, akkor az 500 000 gyerek. Minden héten 500 000 gyerek találkozik a kereszténység üzenetével. Miközben, mondjuk meg őszintén, hogy azok a szülők, akik a gyerekeiket hittanra juttatják be, egyáltalán nem biztos, hogy olyan nagyon vallásosak lennének. De milyen lehetőség ez a gyerekeken keresztül még a családokba is eljutni? És azért beszélek erről, mert külön elhoztam ide az alkotmány ide vonatkozó téziseit, de nagyjából kívülről is tudom. A magyar alaptörvényben benne van 2011 óta, hogy a Magyarország elismeri a kereszténység nemzet megtartó erejét, szerepét. Ezt mondhatnánk akár a múltra is, és a jelenben. Egy jó kormányzat tudja azt, hogy a lelkekhez elérni, az valami olyan dolog, amihez lelki emberekre van szükség. Azt nem lehet törvénybe megparancsolni, azt nem lehet előírni, hogy így vagy úgy vagy amúgy kell viselkedni, vagy ha előírjuk is, az kevés lesz, hogyha az emberek a törvényektől való félelemből próbálnak rendesen viselkedni. Annak belülről kell jönni. És megint ugyanott vagyunk, mint a Szent Istvánnál. Belső döntés, hogy az életedet hogyan fogod élni. És hogyha nincs meg ez a belső döntés, akkor a külső kényszerek csak ideig, óráig működnek, így mondták ezt megint csak régen a Kátingban, akkor az ember csak úgy engedelmeskedik a törvénynek, mint az oktalan állat,
nem pedig belső meggyőződésből. Ennek az országnak a jövője azon múlik, a gazdasági növekedésen túl, azt szeretnénk, ha a kormányunk továbbra is biztosítaná, hogy lesz-e lelki tartalma annak, hogy mi magyarok vagyunk és keresztények vagyunk. És ez nem kizárólag kulturális kérdés, hanem elsősorban hitbeli kérdés. Ezért ajánljuk föl mi, egyházak a szolgálatunkat, a nemzetünknek az oltárán, ha szabad így mondani, mert azt gondoljuk, hogy ami jó nekünk személyesen, meg a mi közösségeinknek, én bízom benne, hogy egyre többen mondják azt, hogy jaj, de jó dolog magyar reformátusnak lenni. Vagy jaj, de jó dolog magyar katolikusnak lenni. Nem csak azért vannak ott már a nagypapa, meg a nagymama, meg jobb nem jutott, ez van, ide megyünk, hanem mert ez egy jó dolog. Mert ha nem tudjuk ezt vonzóan képviselni, akkor a fiataljaink azt fogják mondani, hogy kit érdekel. Őket nem lehet bekényszeríteni. Nem csak, hogy a templomokban nem lehet, hanem egyáltalán a közösségben sem. Ezért rajtunk múlik, hogy elég vonzó-e az, amit képviselünk. És milyen jó, hogy ehhez ma minden segítséget megkapunk. Az óvodáinkkal, az iskoláinkkal, az idős gondozással, annyi féle helyen ott vagyunk jelen. Még azt a nem túl eredeti humort is el szoktam sütni, hogy ma már nincs olyan börtön Magyarországon, ahol ne lenne református lelkész. De nem mint fogvatartott, hanem mint lelki gondozó. És hogyha mellé tehetem ezt, és olyan kórház sincs, ahol ne lennének ott az egyházak. Éppen az emberi bajnak a legnehezebb pontjain vagyunk ott. Ahová nem azért mentünk, mert majd biztos az összes jó emberré vált rossz ember, aki kijön a fegyházból, az majd mind református lesz azonnal, és milyen sokan leszünk egyből, hanem azért, mert a lélekmentésnek önmagában van az értéke. És egy olyan országban vagyunk, ahol nemzetközi tudományos szinten sikerült egy olyan kutatássorozatot a nemzetközi tudomány asztalára tenni két kutatónak, sajnos mind a ketten már elmentek közülünk, egy csodálatos házaspár volt, én személyesen is ismertem őket, Kopp Mária és Krapski Árpád, talán vannak, akik hallottak róluk, akik, erre nekünk nincs szükségünk, de a kívülállóknak igen, feketén-fehéren tudományos alapon bebizonyították, hogy egy államnak alapvető érdeke, hogy minél több vallásos ember legyen. Mert a vallásos emberek kevesebb bűnt követnek el, kevesebbet lopnak, tisztességesebben dolgoznak, kevesebbet válnak el, több gyermeket vállalnak, kevesebb a családi konfliktus, és hosszabb ideig élnek. Tudom mindenkinek ajánlani a receptet, hogyha szeretnének egy-két évet még pluszba hozzátenni. Azért, mert van egy belső lelki egyensúlyuk, van egy belső lelki stabilitásuk. És az bizony a stressz helyzeteknek az elkerülésébe, meg arra hogy a testünk se betegedjen meg, arra a lelki egyensúly nagyon fontos. És ez az, amit mi, ezt nem lehet feltétlenül kilóval mérni, meg teljesítménnyel, meg százalékkal, de ők kimutatták azt, hogy egy vallásos, a hitét komolyan vevő ember az évekkel hosszabb ideig él, mint azok, akiknek ez hiányzik az életéből. És minden más területén is az életnek. Tehát azt lehetne mondani, hogy még egy ateista kormányzatnak is érdeke lenne az, hogy támogassa a vallási közösségeket, még ha nem is tette ezt. És nem is terveznek ilyet tenni. De milyen jó, hogy ma nem ebben a helyzetben vagyunk. Úgyhogy én azt a üzenetet hoztam, hogy azt a jó együttműködést, ami itt van közöttünk a jelenlegi kormányzattal, azt érdemes folytatni. Arra nagyon nagy szükség van, nem elsősorban nekünk egyházaknak, hanem annak a nemzetnek, akiért mi felelősek vagyunk. Mert hagyd mondjam azt, még ha egy kicsit félreérthető is, de mégiscsak itt van Esperes úr, és számon fogja rajtam kérni, hogyha ezt nem mondom el, mert mi sokat beszélgetünk arról, hogy is lesz itt a választásokon, meg a választások után. Az egyháznak a hét szűk esztendő néha még jót is szokott tenni. De az országnak nagyon rosszat. Tehát hogyha jól megy a sorunk nekünk, mint egyházaknak, és most valóban nagyon sok támogatást kapunk, abból még az is következhet, hogy a végén még azt fogjuk hinni, hogy mindenfajta pénzzel lehet az egyház jövőjét biztosítani. Nem lehet. Az csak Isten hittel lehet biztosítani az igazi jövőjét.
ezt az ember a 7 szűk esztendőbe tapasztalja meg. Most miután nálunk volt legalább 40, 1946-tól vagy 7-től 1990-ig, úgyhogy most a 7 szűk esztendő már megvan bőven, nem bánnánk, hogyha ezt nem kellene elszenvedni. De mi, hogyha a nemzet érdekét nézzük, akkor mi azt szeretnénk, ha úgy mennének tovább a dolgok, ahogy eddig mentek, különösen egy ilyen nagyon nehéz helyzetben. És még azt is szeretném mondani, mert méltányosnak kell lennünk, hogy közben pedig azt is tudomásul kell vennünk, itt ebben Csaba erősebbeket mond, mint én, talán jó is ez a munka megosztás, hogy igen, vannak köztünk olyanok is, akik nem ezt a kormány szeretik, nem ezt a kormány támogatják, kisebbségben vannak, kevesebben vannak, de vannak. És én mégis azt mondanám, hogy miközben a szelíd meggyőzésnek az eszközét próbáljuk alkalmazni, hogy elmondjuk, hogy szerintünk mi lenne jó ennek ebben az országban, a közben nekünk keresztény módon kell viselkedni. El kell fogadni, hogy ők is itt vannak. És reménykedni kell abba, hogy talán egyszer egyetértésre jutunk ezekben a dolgokban is. De az egyház az nem valamilyen politikai párt. Az egy olyan közösség, ahol nagyon sokféle ember van együtt. És nekünk tudni kell szeretetben és békességben lenni egymással, és közben meg tudni kell az állampolgári kötelességünket. Ezt mindenképpen érdemes elmondani azért, hogy nehogy úgy gondoljuk, hogy nekünk a gyülekezeteinkben, az egyházunkban valamifajta szakadást kellene ennek kapcsán kezdeni. Nem kell, és nem is szabad. Viszont nekünk tudnunk kell a kötelességünket, tudnunk kell azt, hogy mi a nemzet érdeke, és tudnunk kell emellett érvelni. Tudnunk kell ezt úgy megbeszélni, hogy józanul tudjunk dönteni. És hogyha nézzük azt a két nagy csomópontját a magyar életnek, akkor ahhoz hozzátettünk egy harmadikat. Szent István, 16. század, és 1990-ben mi volt a tapasztalatunk? Mi volt az a meggyőződés, amelyik túlélte a kommunizmust? Ez a keresztény hit volt. Mi adott erőt a mi szüleinknek, nagyszüleinknek, részben még a mi generációnknak is, ahhoz, hogy túléljék azt az ideológiai nyomást, amelyik el akarta törölni az egyházakat a földszínéről, és nem csak mint intézményeket, hanem mint keresztény közösséget. Az mégiscsak a mi hitünk volt. És a szabad Kárpátaljára tekinteni, hogy milyen hitvalló példák voltak, azt azért el szeretném mondani, ott az áldott emlékű késő püspökké lett református lelkész, talán hallottak róla, Gulácsi Lajos bácsi, életem nagy és megrendítő találkozása, egy kis 1,60-as, 1,60 centi magas bácsika, valamikor ugye kisgyerek, azt mondta, hogy tudod, egész életemben pöröltem az Úristennel. Miért teremtett engem ilyen kicsinek? Hát ha lelkipásztor akarok, minek fognak engem nézni a hívek? Egy ilyen kicsi papát. Nektek csak ennyi jutott. Pöröltem, küzdöttem, hogy miért lettem én ilyen kicsi? Aztán összefogott fiatal lelkipásztorként összefogott néhány szolgatásával. 1945 után gondolták, hogy eljött az új világ, írtak egy nyílt levelet Sztálin elvtársnak, hogyha nem fog megtérni, akkor elkárhozik. Ezt úgy el lehet képzelni, hogy hát most már szabad rajta nevetni. Ebből kijött összesen azoknak a lelkipásztoroknak több mint 100 év Szibéria. Elvitték őket kényszermunkára. És akkor ő olyan szépen el tudja ezt mondani, hogy amikor lelkész lehettem, úgy gondoltam, hogy megáldott az Isten. Elvittek a fogolytáborba, úgy gondoltam, hogy nem szeret az Isten. Aztán így mondja tovább, aztán amikor kiszabadultam, aztán amikor, és akkor így számolgatja, és akkor azt mondja, hogy majd mindjárt eljutunk a végéig, hogy és aztán mi lesz a végeredmény, ha összeadom. És elmondja a következőt, ott, Szibériába, amikor süvített az északi szél, ott értettem meg, hogy miért teremtett ilyen kicsinek az Úristen, mert beálltam ezeknek a 2 méteres észteknek az árnyékába, és engem nem fújt a szél. Gondoljuk ezt el. Egy több éves kényszermunkán Szibériába így él valaki a hitéből. És aztán mi történt? Meghalt Sztálin, szétesett a Szovjetunió, és ebből a Gulácsi Lajosból, akinek a fél életétbe ütötték, verték, kínozták, és kényszermunkán, ő lett a Kárpátaljai Református Egyház püspöke. És tisztességbe, becsületbe, magas magyar állami kitüntetéssel mehetett el, mi így mondjuk, a minden élők útján.
És halál előtt néhány éve mondta azt, hogy hát ha mindent összeadok, én győztem. 1,60 méter. Mert az igazi hitben van is ez a, van ez a szelíd humor is, és hogy ne hagyjuk ki, természetesen katolikus testvéreinknek is vannak ilyen hitvalói, a másik Placid atya, akinek mindig boldogan hallgattam a tanítását arról, hogy hogy lehet derűvel, szeretettel átérni a diktatúrát, a nyomort, a kiszolgáltatottságot, a kínzásokat, és hát ez egyszerre keresztény és tisztességes magyar emberek. És arra gondoltam, amikor kint voltunk Kárpátalján a beregszászi templomban, hogy vajon mit gondolna most Gulácsi Lajos bácsi, ha élne, mert most megint egy nagyon-nagyon súlyos megpróbáltatás van ott, hogy lesz-e ott még magyar élet. Kifolytatja ott azt az életet, amit olyan szépen építgettek 33 évig. És ugye azt látni, hogy amit fölépítünk, kicsit kőműves kelemen, eggel azt lerombolják estére, az bizony egy nagyon keserű dolog. Megépítjük a gyönyörű óvodát, átadjuk a gyerekeknek, és ott már menekültek vannak. Ezt ki tudja, hogy elmennek-e, és a miénk lesz-e még az óvoda, meg fog oda még gyerek járni. Úgyhogy az imádságainkban mindenképpen hordoznunk el őket, és ha nekik jót akarunk, akkor egy olyan kormányt fogunk választani, aki megvéd bennünket, és ostobaságokkal nem keveredik mindenfajta háborús konfliktusba. Gondolom, hogy figyeljük a híradásokat, és értjük, és ezt értenünk is kell, képviselnünk is kell, de a legfontosabb mégiscsak az, bármilyen furcsán hangozhat egy ilyen helyzetbe, hogy tudjunk imádkozni. Tudjunk imádkozni április 3-áért is, tudjunk imádkozni a kárpátaljai magyarokért, és magunkért is. Mert kívülről úgy tűnik, hogy az imádság az egy ilyen, hát akinek már jobb nem jut eszébe. De ha valaki ezt komolyan veszi, ha valaki az Úristen színe előtt adott esetben közösségben elmondja, hogy mi az ő legfőbb gondja, mi az ő legnagyobb félelme, mi az ő legnagyobb öröme, akkor az életét elkezdi más megvilágításban látni. Ez látszik legkevésbé kifelé, és mégis ez a kereszténység lényege. Így mondták ezt a régiek, és ezzel fejezem be, hogy Lectio Christiana, a valóság keresztény olvasata. Ez azt jelenti, hogy ha mi az isteni tanítás, hogy mondjam így, reformátusul az Isten igének a világosságába ránézünk az életünkre, akkor fogjuk úgy látni, hogy milyen. És akkor nem csak azt látjuk, hogy milyen, hanem hogy milyen lehet. Ez a mi szolgálatunk, hogy úgy beszéljünk ennek az országnak a történelméről, a jelenéről, a jövőről, hogy az hogy néz ki Isten országának, Isten igéjének a perspektívájából. Ezt úgy hívják, hogy megvilágosodás, más jelent, mint illumináció latinul, nem azt jelenti, amit mi szoktunk erre használni, itt Szekszárd környékén talán ezt se árt mondani, de hogy ha szabad, akkor erről mégiscsak elmondanék itt a végére egy kis gyerektörténetet, ugyan most már a nagybődbe megyünk befelé, ez egy adventi történet, de ez jól kifejezi a lényegét, hogy mit is jelent az életünkre ebben a világosságban ránézni, amikor a kezdő lelkipásztor voltam, és szerettem volna, hogyha az advent értelmét megértik a kisgyerekek is, akkor azt találtuk ki a szolgáló munkatársaimmal, hogy a kisgyerek termet, ahol a gyerek istentisztelet volt, azt teljesen besötétítettük, hogy egyáltalán nem lehetett semmit látni, fekete függönnyel az ablakot, az ajtót, mindent, és még mielőtt leoltottuk volna a villany, csináltunk egy nagy rendetlenséget. Fölborítottuk az asztalt, kihúztunk egy kötelet, fölborogattuk a székeket, beraktunk 2 lavor vizet, ilyen kis tégelyekbe lekvárt kormot, még, mert nagyon gonoszak voltunk, még egy drótkeféket is így fölfelé, és akkor ebbe a teljes sötét rendetlensége beengedtük a gyerekeket. El lehet képzelni, hogy mi volt ott, lögdösték egymást, egyik beleült a lavorba, másik fölesett, a harmadik beletenyerelt a lekvárba, a negyedik a drótkefébe, és így tovább. Amikor a legnagyobb volt a káosz, mi 4 ott voltunk a terem 4 sarkába, meggyújtottunk egy gyertyát. Nézegettek, hogy mi is van itt pontosan, akkor már úgy kicsit csöndes, meggyújtottunk egy második gyertyát, akkor már úgy elkezdtek pakolászni, körülnézni, harmadik gyertyát, és mire a negyedik gyertyát meggyújtottuk, 4 adventi gyertya, akkor ezek a hihetetlen neveletlen gyerekek ott ültek az asztal körül a széken, föltekerték a kötelet, kivitték a lavor vizet, és ott várták, hogy most mi fog történni.
És ezen a kis történeten keresztül értették meg, hogy ez lenne nem csak az advent, az egész életünk értelme. Úgy olvasni Istennek az üzenetét, hogy abba lássuk, hogy mi az, ami az életünkben rendetlen, mi az, amit rendbe kéne rakni, mi az, amit ki kéne dobálni, és hogy minek mi az értelme. Mert csomó minden dologról nem tudjuk, hogy miért van ott. Azért, mert nem a helyén van. Ha a helyére rakod, akkor tudod, az asztal az azért van, hogy odaülj mellé a székre, a pohárvíz az azért van, hogy olsd a szomjadat, még ott volt egy kis ennivaló is, azt is szépen odapakoltál, az azért van, hogy ne maradj éhes. Az életünk, ez nem csak a személyes életünkre igaz, hanem Magyarországnak, a magyaroknak az életére is, a mi egyházi életünkre is igaz. Hogy így figyelni, imádságban így kérdezni azt, hogy mi is az Isten akarata az életünkre, egyénileg, családilag, mint gyülekezet, egyház és mint nemzet, na ez a legtöbb, amit mi tenni tudunk. És ha ezt megértettük, akkor hirdetni kell, akkor mondani kell. Akkor is, ha ellenszél van, meg akkor is, ha hátszél van. Most inkább hátszél van, hála Istennek. De ez ne zavarjon bennünket, inkább örüljünk neki, és mondjuk azt, ami ránk van bízva, én bízom benne, hogy erre most is lehetőség van, és április 3-a után is lehetőség lesz. Köszönöm szépen a figyelmet! Nagyon-nagyon szépen köszönjük püspök úrnak ezt az igazán lélek erősítő, lélek építő előadását, és bár az elején azt mondtam, hogy püspök után megszólalni nem szabad, de a Jóisten tegnap kétszer is megérintett. És ezt el kell, hogy mondjam, azért, mert én remélem, hogy 20 év múlva is megélem azt, amit tegnap megéltem. Egy nagyon kellemetlen vizsgálaton kellett átesnem, és az asszisztens a végén, amikor már majdnem elmentem, hogy oda jött hozzám, hogy elnézést, lehet, hogy mi 20 évvel ezelőtt Bonyhádon találkoztunk a Balcó András meg a Hegedűs püspöknek az előadásán? Hát mondom, lehetséges, mert én szerveztem, hogy amit csinálunk, rosszat vagy jót, annak nyoma marad, és remélem 20 év múlva valaki azt mondja, hogy te, nem találkoztunk mi valamikor 20 évvel ezelőtt a Vármegye házán, amikor Balog püspök, hogy ittam a szavait. És hogy mentem hazafelé, ezután a vizsgálat után, ennek is örülve, hogy 20 év után valaki még emlékszik erre, a saját leletemen gondolkodtam, és mentem az utcán, és jött szembe két süldő kislány, ilyen 10 éves forma, ötödikesek lehettek. Húzza, vonja maga után az iskolatáskát, és kacagva, hangosan olvassa az egyik a Pál utcai fiúkat könyvből. Elmegyek mellettük, és megrázkodom, hogy mi van. Nézek hátra, még mindig olvassák, kacagnak, rájuk szólok, hogy hé, lányok, mit csináltok? Ezek úgy megszeppentek, azt hitték, hogy valami baj van. És ezt komolyan csináljátok? Nem a telefont nyomkodjátok? Ti könyvet olvastok? Ezt mondja, kötelező olvasmány. És az a régi, szerintem könyvtári könyv lehetett az, amiket még gyerekkorunkban kiadtak, Pál utcai fiú, az volt a kezükbe. És mondom, gratulálok. Ezt csináljátok ki tovább így. És a Jóisten megérintett, hogy van remény. Van remény az ifjúságban. Nem mondjuk azt, hogy hát, az a mai ifjúság, ez olyan, ajaj, milyen se volt, különben, de azért ezzel már nem lehet mit kezdeni. Nem, kérem, van ilyen. Ez olyan csodálatos érzés volt, és örülök, hogy Kopp Máriával kezdődhetett a léleképítő 2000-ben, és Placid atya is itt lehetett, és bizony meg fogunk hívni, és hogyha most idősebbeket hívok, mint Koncz Gábort is hívtam 83 évesen, azért bocsássák meg nekem, mert lehet, hogy 5 év múlva nem hívhatom meg. Mint ahogy elmondtam már, hogy Sinkovics Imre így megölelt, hogy jövök fiam, jövök édesfiam, és hát 4 hónap múlva meghalt annak idején, amikor meghívtam. Hát kérem szépen, akkor találkozzunk április 6-án a Garai János Gimnázium dísztermében,
Cecília, Esztergályos Cecília lélekképítő előadásán, és amikor kiáratonál találkoznak azzal az üveggel, akkor gondoljanak Kárpátaljára, és így menjünk el azokkal a gondolatokkal, amiket Püspök úr mondott, és még egyszer nagyon szépen köszönjük. Áldás, békességet, Isten velünk!